Sziasztok! A Szelekutya vlog sorozatban egy sárkány építésén próbálok meg végigvezetni titeket. Ez nem oktató videó lesz, mint ahogy a sárkány röptetési videóim voltak, mert hogy életemben először csinálok ilyet. Pontosabban egy zsinóros sárkányt már építettem egy párat, nem vagyok különösebben büszke az eredményekre, és régóta kacérkodom a gondolattal, hogy megpróbáljak egy komoly kétzsinóros sárkányt megépíteni. Ennek most eljött az ideje, videón dokumentálom, hogy hogyan haladok vele, és remélem, hogy nem lesz óriási nagy pofára esés belőle, és összejön valami a végén, amit velem együtt végig kísérhettek. A sárkány, amit választottam, Kunzbulter néven futó Birger Kabe open source szabadon elérhető, letölthető tervei alapján készül. Van már egy ilyen tervek alapján készített sárkányom. Nem akartam egy olyannak neki vágni, amihez nincsen egy közvetlenül rendelkezésre álló mintapéldány, amit meg lehet nézegetni és puskázni róla, hogy bizonyos részletek hogyan vannak kidolgozva, mert a tervek azért alapvetően olyan embernek szólnak, akinek több tapasztalata van a sárkány készítésben, mint nekem. Szerencsémre Berlinben, ahol élek, van külön sárkányos bolt, ahová el lehet ugrani, ha hirtelen szükség van valamire. De azért az anyagokat és az alkatrészeket kénytelen voltam több helyről összerendelni, mert sehol nincsen készleten minden, amire éppen szükség volna. Ennek az Escape névre keresztelt sárkánynak a tervei megtalálhatóak az oldsburger.github.io címen, illetve angol felületen is elérhetőek a karelo.com oldalon. Christoph Göbel sárkány színezője a kite.katzengrafik.com cím alatt lehetőséget ad saját látványtervek elkészítésére. Én a szelekótya kék-sárga szín kombinációját akartam a valóságba átültetni, szembe menve a legalábbis itt Németországban elég általánosnak tűnő trenddel, amiben a szürkék dominálnak egy minimális színes akcentussal kombinálva. Az építőmunka előtt és alatt rengeteget tanultam a drachenforum.net hozzászólásaiból, különféle amatőr és profi építők és pilóták mellett magától a sárkány tervezőjétől. Nélkülük, és különösen Stefan SVP, Enrico Brödner Coyote, valamint Der Friese nekem szánt tanácsai nélkül, mindez nem jött volna létre. És hogy nehogy valaki lerágja a körmét, amíg a sorozat végére érünk, elárulom, hogy a projekt sikeres volt, és most már a Szelekótya sárkánnyal járok a mezőre.